Dr. Illés Boglárka ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkár, Nedec Kéna, a Reményve Gyermekeknek Közhasznú Egyesület elnöke, Dr. Orosz Ildikó, II. Rákóczi Ferenc Kárpátai Magyar Főiskola rektora, a Kárpátai Magyar Pedagógus Szövetség elnöke, Csáki Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke, Kis Dávid, az Oktatási Hivatal projektvezetője, Dobsa István, Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ifjúsági szervezetének elnöke, a moderátor Veres Márton, a Magyar Ifjúsági Konferencia Egyesület elnöke. Mindenre megemlékezünk a rendszerváltásról 30 évvel szabadon emlékét kereteink belül, de ugyanígy a családokévét is folytatjuk. Én mégis azt mondanám, hogy 2019 akár lehetne a doktorandusok, a fiatal kutatók vagy a diákok éve is. Ezeket a népeket ítélnek, és amelynek meghatározó, úgy szoktam fogalmazni, kisugárzó ereje a magyarság volt, és a magyarság is marad, és a magyarság fog tovább erősödni. Összekötött bennünket a sorsunk, történelmünk, szenvedés történetünk, és egészen biztosan azokat, ahogy szoktam fogalmazni, azokat a vicceket, kifejezéseket, családi szokásokat, vallás, hit, kultúra, hogy egymás között jobban megértjük, mint hogyha beszélni. Azt gondolom, hogy minden olyan esemény, ami Kárpátalján történik, és közösségi esemény, ami magyarokról szól, és különösen, ha az fiatalokat érint, akkor az egy kiemelt esemény, és a Rákóczi Szövetség kötelességének érzi, hogy ezt felkarolja, támogassa maga eszközeivel. És ez különösen nagy öröm, hogy most itt Tiszapéterfalván egy olyan nyári egyetemre, egy olyan egyetemista összejövetelre kerül sor, amikor itt vannak a Beregszászi II. Rákóczi Ferenc Főiskola diákjai, illetve itt vannak az Ungvári Magyar Kar diákjai, tanszék diákjai is. Én azt gondolom, hogy ezek egyrészt a kapcsolatok erősítése szempontjából nagyon fontosak, másrészt pedig ezeknek a fiataloknak, akik ide érkeznek, erőt is ad az, hogy együtt vannak, itt vannak egy hétig, még az egyetem kezdete előtt egy kicsit összerázódnak, örülnek egymásnak, és én abban bízom, hogy ezek a találkozások segítenek abban, hogy a kárpátaljai magyarság megerősödjön, és hitében előre tudjon nézni, és ahogy az szokott lenni minden egyes ilyen nyári ifjúsági rendezvénynek, aztán vannak a későbbiekben olyan következményei, akár az emberi kapcsolatok szintjén, akár egyéb vonalakon, ami a későbbi időszakot meg tudja határozni.